criança. És köszönöm szépen, még nagyon az elején vagyunk, remélem estek 8-9 között már pozitív eredményről tudunk beszámolni. Kampányol ma még valahol? Nem, az már a kiemelés ide szakadt. Szerintem ma reggelig, akinek szándékába állt, hogy eljön szavazni, az már eldöntötte. Mire számít? Győzelemre. Részvételben? Hát az idő nagyon kellemes, ezen a tájékon sok embernek van hétvégi kis birtoka, a környező hegyekbe, Somlón. Azt gondolom, hogy sokan oda is mennek. Hát egy ilyen 40-50% közti részvételre, ami talán nagyjából analóg az eddigi részvételekkel. Hol és hogyan várják majd az eredményt? Családom körébe.
Mi a véleménye a kampányról? Milyen volt ez a kampány itt a 3-as választókerületben? Erősen felfokozott. Fűs Sándor utcában vagyunk. Kezdeményezi majd ennek az átnevezését esetleg? Fűs Sándor utcának az átnevezését nem is kérte, ha jól tudom, az akadémia, talán az akadémiai illetékesítettsága. De amúgy is úgy tudom, hogy az önkormányzat erre vonatkozóan egy közvéleménykutatást fog kérni, vagy indítani. Azt majd meglátjuk meg a végeredményt. Három esélyes ez a választás, bárki lehet első, de akár harmadik is. Ha mondjuk csak harmadik helyen végez, az milyen üzenet lenne? Hát számomra az, hogy nem tudtam átadni az embereknek azt, amit gondolok a politikáról, a politikai közéletről, akkor más kommunikációba kell javulni majd 2018-ig. De én nem erre számítok, hanem arra, hogy egy olyan folyamat indult el az országban, ami már ugye az előző két választás elindította, trendet jelent, és mutatja azt, hogy 2018-nál akár előbb is változást akarhat az ország. Köszönjük szépen!